Szavaztok, szép délután mindenkinek. A mai nap délutánján elkezdtem a trágyázást. Most ezt be kell fejeznem. Még van egy két föld. Ezt meg kell trágyázni. És akkor utána nehéz szárcsával meg kell tárcsázni. Úgyhogy neki is állunk, mert hamarosan besötétedik, és szeretnék végezni. Most akkor ezt a földeket ezt le is zárom majd. Na, menjünk, nézzük, hogy úgy működik. Na, hadd menjen. Van itt nálam két darab klassz traktor dúzópróbám. Az egyik 920-as, amivel most vagyok, és a másik 930-as. És van egy klassz Lexion Combine, ami amerikai exportra készült. Hát abból is kaptam egyet, hogy próbáljuk ki, hogy működik. Hát abban dolgoztam már, cirkot leszettem vele, hát nagyon komoly kombájn, nagyon szépen dolgozik, tisztán dolgozik, úgyhogy azt mondták, hogyha gondolom, meg is vehetem. Hát ez már tulajdonképpen egy használt kombájnnál volt, más gazdánál is kint. Ilyen próba munkálatokon, aratáson, ilyeneken. És hát hát egy olcsó pénzért most meg lehetne venni. Ha érdekel. Hát mondtam nekik, hogy ha beválik, akkor érdekel. Meg a traktorok is. Komolyak ezek a traktorok is, nagyon jó. Nagyon jól mennek, hát eddig még, mondjuk ezek újak. Tehát ezek még nem voltak használva. Az az igazság, hogy ki kell próbálni mindent a mai világban. Van rá lehetőség, mert itt most már nagyon sokat számít a fogyasztás. Tehát az üzemanyagfogyasztás, karbantartás. Milyen volumenben mennek az üzemórák szerint. Milyen költséggel. Minden ezen múlik a mai világban, sajnos. Ide jutottunk. Ide jutottunk, hogy mindenféle kis minden kisféle kis pénzt
meg kell takarítani, amit csak lehet. Hát jókat mondanak róla a szerelők. Ők azt mondják, hogy nagyon bevált kis gép, kevés gép traktori második meg tulajdonképpen. Nem nagyon kell szerelni őket, nagyon üzembiztosak, megbízható. Hát ugye mindenki a magáit dicséri. Én a John Deere-okkal meg vagyok elégedve nagyon. De hát, ha ezek jobban beválnak, akkor lehet, hogy lesz egy váltás. A kombájn az nagyon jó, az vitathatatlan. Az nagy teljesítményű, nagy kapacitású. Így felmegyünk. A szélén így felmegyünk. Na, hogy menjem. Tehát mindig az a lényege, hogy minél kevesebb pénzből, minél többet tárnálni. Most ugye itt is a GPS-szel azért dolgozik az ember, hogy minél kevesebb szer legyen, dupla trágyázás, vagy dupla menet, mert ugye az üzemanyagban is, és teljesítményben is változik. Tehát minél kevesebbet kell ráfordítani egy földre, és minél többet adni. Így megoldani a dolgokat. Már ezt a hamar csődbe láttam menni. Egy kis nem odafigyelés is. Figyel meg van a baj. Most nem beszélve róla, ugye. Egy géppel legyen valamivel nagyobb hiba. Nagyon húzós. Nagyon húzós pénz. Úgyhogy most úgy vagyok vele, hogy próbálgatok mindent, amit felajánlanak, megpróbálom. Azokat a gépeket, amiket van lehetőségem kipróbálni. Lehetőséget kipróbálni, ezt kipróbálom most. Ugye a gyöntérokat azokat ismerem. Nagyon megbízható gamutott gépek. Ismerem a Valtrát. Az is volt nekem. A másik gazdaságban, na itt készen vagyunk. Csukjuk.
A Valtrák azok is jó traktorok. Úgyhogy abba is meg vagyok elégedve. Hát ami most itt van, a Klassz, ami úgy egy ütős gépcsalád, hát meg ugye a nyolvonal. Én úgy szeretem, hogyha egy gazdaságban egy típusú gép van, géppark van tulajdonképp már, akkor nem kell annyi szerviz hálózattal tartani a kapcsolatot, hogy csak mindig egyel. És akkor azért az emberhez hamarabb kijönnek. A több ugyan a gépjába. Jobban szeretik a gazdaságok, vagy a szervizek azt a gazdaságot, hamarabb kijönnek a szerelők megcsinálni, ha esetleg valami probléma van. De hát egyelőre majd meglátom, na. Még az a jövő zenéje lesz, hogy itt hogy lesz, mint lesz. Az biztos, hogy most kipróbálok minden gépet. Amit felajánlanak, az összeset kipróbálom is. A végén majd eldöntjük, hogy mi legyen. Ha meg nem beszélve róla, haverom is hívott Hollandiából, hogy talált egy gazdaságot, egy kis öregei, mert én már nem nagyon tud vele foglalkozni, hogy eladná, hogy érdekel-e, hát mondom. Én most itt nagyon sokat dolgoztam ezzel a gazdaságban. Ugye megvannak szántóföldek, amik megvannak. A sok földbe elvetettem az olajretket. Szerintem most egyelőre biztos, hogy nem megyek. Na, ez így néz ki. Ez a 920-as. És ott van a 930-as. A Combine. Ja, itt a Combine, ezt nem mutattam meg. Ez, mondom, ez egy amerikai exportra készült. Ez sárga színnel van festve. A hozzávaló asztal is. Széles kerekek. Nagy teljesítmény, vágóasztal, 8 méter 20 centi, van hozzá szállítókocsi is, na itt a nehéz tárcsám, hát ezt így már nem tudom kivenni így, akkor elmegyek, aztán előrébb állok vele egy kicsit. Hát nagyon jó kis olyan komoly kis kép. Na, menjünk előre egy kicsit. Láttam. Szerintem már kifér a tárcsa. Azaz. Jó. Jó. Hát majd a napraforgóba elválik meg a
kukoricába, hogy milyen lesz. Ha meg van ott egy jó nagy darab föld is még, az meg ugye szójába állogat be. Hát ezzel egy jóval szélesebb kerék van, kerekek vannak. Ezt majd vetésre akarom kipróbálni, hogy most, hogyha megtárcsázzuk a földet, akkor mondjuk a mai nap rendben, a hónap valószínű, hogy ezeket is elvettem majd olajretekkel. És akkor ezek mind tavasszal csak meg lesznek kombinátorozva, és lehet belávetés. Hát ez már egy 420 lóerős motor, ez már viszi a dolgokat, úgyhogy remélem nem lesz vele gond, beválik a gép. És GPS minden benne. Komoly. Mert egy nehéz tárcsát viszi, remélem. Na, milyen forgalom van itt? Na, meg. Hova sietnek ezek az emberek, ott is jön szembe, onnan nem jön. Na jó, menjünk. De hogy nem jön, már jön is. Pér állok. Há, Pér. Mennyi haver már. Nem pérünk át. Pedig az egy főútvonal, de hát elég keskeny. Mindig nagy a munkagép is, széles. De azért látják, hogy jó nagy traktorral jövök, úgyhogy félreállnak. Na. Lehet, hogy járnak síelni ezek az emberek már. A hegy tetején igencsak havas. Valószínű, hogy oda járnak át síelni. Na. Lássuk, hogy mit csinálunk. Kinyissuk a tárcsát. Ez jó, ez a tárcsa, szeretek vele dolgozni, mert ez elég széles is. És ez tarrót, ezt leviszi, úgyhogy majd megyünk. Leviszi a tarlót, nincs vele gond. Na. Azt mondja, hogy visszaváltunk egy ember. És egy háromban. Na, hadd lássuk, hogy viszi. Viszi. Na, itt mindjárt dobnak. Megindultunk. Úgy látszik, hogy nem lesz gond. Na. Főszük egy GPS jelet. Majd menjen. Nézd meg, az leviszi a tarrót. Az szép tiszta földet ad. Ebben nyugodtan lehet vetni már. Valószínű, hogy a
Úgy lesz, hogy... De szépen vetek olajretket. És akkor ezzel, ezt még műtrágyázni is kell. Műtrágyázni is kell, úgyhogy... Megspórolunk egy kis pénzt. Na, most mi lett itt? Nem tudtam rá a gondolóját, miért? Van az igazság, hogy körbe kémám járni a dolgokat. Ó, nem jó. Jó, szóval azt kiállítanom a GPS-t. Makin 7 méterre, azaz. Jó. Megyünk még egy kört. Megyünk még egy kört. Elfelejtettem átalítani. Mert ez 9 méteren volt. És valami a vetőgépnek a vezérám méretén volt. Na, hadd lássam, hogy viszi. Na, hadd nyomja. Na, most jó. Na, de most ott megy a szélébe. Tökéletes. Jó, viszi. Hát jó, 420 lovas motor viheti is. Nem lábbad. Nem lábbad. Hát így vagyunk. Most az ember variál. Mi lenne jó? Csinálom, hogy letenni, ezt a szélét behúzni. Végig megyek én itt ellen a szélén. Ez egy kacivántos egy fővidet. Kerítést a szomszédnak nem szeretném kitartsálni. Most mondom, és akkor... Na, ha meg ott hagyom, akkor meg az a baj. Egy idő alatt egy nagy hőidet meg lehet csinálni. Most lesz. És úgy visszamegyünk a GPS nyomó.
A végén meg behúzom azt ottam. Elvileg jónak kell lennie. Oda szépen dobodik ez a tárcsa. Nem is kell, minden évben nem kell szállítani. Főleg az ilyen tarlós hüldeket, ezeket megtárcsál az ember, aztán tökéletes. Kap egy kombinátort esetleg. Aztán annyi. Annyi. Na, hadd menj. Na, hej. Nem megy le tárcsa. Ez, hadd menj. Jó lesz. Kicsit nehézkesebb így a munka. Hát, minden darabot meg kell művelni, mert ezek a példák, ezek barlangok voltak. És én ezeket felszántottam, megtrágyáztam, végül is mindent megcsináltam, hogy tökéletes legyen. Minden passzoljon. Elfelejtette a GPS-ját. Na, hadd menjen. Befogja. Hát úgy látszik neki, a dobnak sincsen akadálya. Úgyhogy ez viszi dobna főfele is elég rendesen. Átadunk balra. Tehát sarkot azt meg kéne csinálni. Szépen. Befogja. Tökéletes. Jó. Jó. Mom. Az a baj, hogy nagy géppel ilyen kis hődbe dolgozni nagyon nehéz, mert nincs hely a fordulásra, nincs forgolódásra hely, semmi szinte, és azért ezekkel a gépekkel vissza kell nem tudni fordulni. Hát nem sok, ez az egy hődben van, kettő esetleg, ami olyan kicsit kacifántosabb, de a többi az már. Itt a szomszédnak is el, hát ez, minek oda az a kerítés, mikor erre még már nincs is kerítése. Nem is értem. Azért, hogy nehogy főszántsák a diát, kis kertjét. Tesszük. Ott is ott maradt. Jaj.
Na, azért itt már fogja egy kicsit, de azért viszi. Viszi. Muszáj neki. Jó kis domboldalas. Ott maradt egy darab, meg akkor ott a végében azt ott ki kell javítani. Már még nincs normálisan behúzva, aztán látjuk a következő földre. Jó, hallgass. Fölemeljük. Na. Jó. Nem fordul el. Nem fordul el. Szépen meg kell csinálni mindent normálisan. Valami a formában nézek ki már. Te szálltad is egyszerű ezt a fődet. Arra is kell figyelni, hogy balesetet csináljunk. Na, itt leteszem. Itt ezt be kell húzni. Behúzza. Hát ott elmegyünk mellette, mindegy. Lehúzza. Kicsit visszatolatok. Letesszük. Ez már csak befogja. Oké, tökéletes. Ezt szeretem, mikor valami rendben van. Na, hát nem. Azt mondják. Jó, nem is süllyed a széles kerék annyira. Tökéletes, jó lesz. Na, ez... Az meg is... Meg is ott rágyázom, van egy jobb növekedőben, még most tárcsáztam meg. Nehogy már. Majd kap egy sima kapát, én nem becélezek, hanem zárj. Esetleg a végén. De ha kap egy kapát, talán nem kell becélezni. Ezt is itt behúzom dűlőt, aztán na.
nem fordul el. A nagy tartsalma elég fordul. Na, letesszük. Köves utca kimegyünk. Jó, megdicsérnek. Hát... Viszáll vagyok már. Tehát nagyon dűlőzni se tudom. Majd itt figyelni kell nagyon, hogy nehogy a... Köves utat meg... megtartsázzon. Már aztán... Hova megbüntetnek érte? Most tudok már fordulni, itt már jó. Már tökéletes. Látok fordulni. Letesszük. Ez kis. Kis traktoroknak való fő, de ez ilyen háztáj, nem ilyen nagy gépeknek. Tehát ez is itt volt parlagon, hát már akkor mondom, megcsinálom. Megszántom. Én nem tudom ki ilyen a fő, de biztos megdicsér, hogy összetaposom neki. Elér ez a sok forgolódás, nem való egy nagy gépnek, hiába. Van egy 30-40-20 hektáros hőd esetleg. Ezt akkor lehet dolgozni, teljesítményt csinálni vele. A kis hődekben csak a kilódás meg a szenvedés megy. Hát mindenből meg kell tárcsálni, már akkor meg hogyan fogok vele venni. Hogyan fogom belevenni az olajretket akkor? Ezt itt behúzza. Jó. Oké. Na, felemeljük. Hát azt kell csináljam. Körbe kell járni, hiába. Nem tudok visszafordulni egy időben rá. Sárfog maradni, ott a szélén elmarad. Körbe kell menni.
Na, alakul. Alakul, mint a pupos gyerek a krés alatt. Lába volt itt cirok. Hát ezt le kell tartani, mert ezt nem lehet. Így. Így nem lassú, hogy mi a helyzet. Na. Az meg majd egy szantó is volt. Ugyanaz szélesítettem. Vigyázz jobban, decik. Szálltás. Ja. Megtárcsáztam és meg összetaposom. Ja. Egy idő alatt dupla teljesítményt lehet csinálni, hogyha ember egy nagy főben dolgozik. Most már kijön a GPS. Ja, normálisan. Villanyoszlap is jó közel van ott. Kis földám ez annyira azért. Azért lehet dolgozni, hát meg a másikban, meg ráadásul hosszú is. Hosszabb is. Na, befogja be. Ki van számolva. Úgy néz ki, a hegyekbe havazott az éjjel. Nagyon megállt a hó. Lehet szánkózni. Meg síjelni. Na, ott az őzeke. Hely! Hely! Ott is se. Halljon ki, ide már részkedtetek. Közelbe. Nagyon ide már részkedtetek. Hey.
Szóval itt a traktor elé. Ezek a hegyek nagyon magasan vannak is. Ott nem bulikása se, ahol vinyáron se. Tökéletes. Hopp, itt egy fa. Megkerüljük. Viszi jó. Jó, itt a Gyuri is, nincs abban baj. Jó, hosszú fő lesz. Azért jobban megy itt mindjárt. Vahány fordulóé, most már mindjárt be is húzom itten. Azzal végeztük. Aztán elmegyünk haza. Elég volt ma délután ennyi. Zagluz irányomszétről lehet egy-két dolgot bérelni. Van náluk egy új könnyű tárcsa is. Még nem próbáltam, meg a gyomláló kapát, azt onnan bérelem, mert nekem annyira meg kell. Itt az a fa, ez is minek van itt, nem tudom. Kivágom majd a fenébe. Kutba van itt a fordulásnál. Rohadj benne. Tárcsa ez kell, leke kell. Kombinátorom is van. Nem tudom, hogy ez a könnyű tárcsa milyen talajt csinál. Meg kell próbálni. Köszösen a monitor is. Elég jó tisztaság van amúgy itt a fülkében, még ha az ablak be van a csuk. Nem jönne be annyira bor. Szeretem látni, hogy mi csinálok. Rá tudtunk fordulni.
Meg ott is valám egy darab. Na lehet, hogy majd csak hónap csinálom meg. Van egy darab szirok volt rajta. Nem is olyan kicsi darab az. Gondolkodtam, hogy itt vannak hölgyeim, hogy erre fele kéne venni valami földet még. Gárdészet lezárt az utat, nehogy menjenek. Halljon az emberek. Na, mit csinál? Maradott egy darab. Azért visszatolhatunk. Össze ne kelljen rájönni. Szökéletes. Befogta a porba, azt is. Egy nagy takarítás, megáll. Rábér ellen a traktorra is majd. Végeztünk is. Elmegyünk haza, összecsukjuk. Hogy menjünk. Vagy haladjunk. Kivegyünk a betonútra, a szfaltos útra. Elég keskenyek ezek a kis mellékutak. Közel van a villanyoszlop. Figyelni kell nagyon. Hopp, itt a kerítések között is. Igen keskeny. Na. Hogy menjen? Na, nem lassítanak a személyautók. Lássák, hogy jön a nagy traktor. Az én is félállok, azért. Hogy mindig bejön ilyenkor valamely ér. Nem is értem. Hogy sűrűsnek ér, miért nem áll meg ott előbb.
Na, azért megcsináltuk, amit akartam. Haladtunk máma is. Egy keveset. Nem is akasztom én ezt éjjel már. Már szólok, hogy is megyek, aztán reggel megcsinálom még azt a két hölgyet ott. Na, visszajött a motor, vissza. Az így néz ki. Jó lesz ez. Alakul majd. Na, akkor én elköszönnék. Szavaztok. További szép délutánt. Folytatás következik. Holnap folytatjuk. Szavaztok.